nagyon gyakran mondta, hogy jó lenne egy olyan, hogy egy kicsit levezethesse a stresszt, hogy egy kicsit akklimatizálódhasson. És hát erre gondoltam, hogy egy autót hát veszek neki így karácsonyra élménynek, mint aztán piu, puu. Szia! A tündének szeretnék egy olyan autót, amit szétverhet. Ezek közül gondolom nincs erre lehetőség. Tehát kicsit stresszes a nő, tudod, és azt gondoltam, hogy egy picit hadd vezesse le az indulatait. Sokszor emlegette azt, hogy szívesen szétverne egy autót. Nem lenne valami olyan, ami amúgy is, nem tudom, hát lealsz, vagy nem jó az állapota, és szét lehet esetleg verni? Egy covidos BMW. Covidos BMW? Covidos BMW. Hát, de nem haragszunk a BMW-sekre külön, mert én nem szeretem őket, ez itt freedom, hogy nem szeretem a BMW-t. Akkor ezért ajánlom. Igen, ezért ajánlom, hogy nem szeretem. Meg lehet nézni, meg tudom. Meg persze, hátul van, ez menne a vasba is. Menne amúgy el? Menne a vasba, ja, motor rossz volt benne, váltó rossz volt benne. És viszitek amúgy is. Megy a levesbe. Tehát nézzük meg. Megnézzük, menjünk, nézzük meg. Gyere, cica. A cica az mennyi ideje van itt főállásban? Margit? Vagy 10 éve. Gyakorlatilag nagyon aranyos, és ő a fő felügyelő, ahol valami esemény van, mindig ott van, nem? Nem, az alharnagy, a másik a főnök. Köszönöm. Egyenesen hátrafelé. Ezt használod? Ez még szívátültetésen volt most. Tehát az van. Ez is egy ilyen? Ez is olyan jól néz ki. Az is, ezek mind átültetésre várnak még. Mind valami. Szercserés. Szóval az kellene, hogy azért kívülről úgy nézzen ki, hú, de szép ez is. Ez Pininfarina? Ez Pininfarina, egy alfa. Hát ezt tetted itt, és ez a bémös? Ott, és azzal ment volna el. Aha, azzal a trakkal. Igen. Gyere, nézzük át. Ez teljesen jó állapotban van. Ez egy 525-ös, ez hány éves? 2002-es, azt hiszem. 2002-es, amikor a Dani született. Tehát a Daninak meg kéne vennem, és motor nem lehet már megcsinálni, nem? Tehát nem lehet felújítani, nincs értelme. Nem éri meg, gazdaságilag nem éri meg. Gyakorlatilag mindent kiszedtetek belőle, ami értelmes. Nem, így átlóbb a sarkát ilyen szépen, így, mint egy ilyen designer, és tetére akkor fér egy masni. Szerintem nem fog bírni a BMW-vel tűnni, mert per kemény. Kemény. Hát ő még nem vert szét, csak vágyik arról, hogy szétverjen autót, még nem vert szét soha. Most le fog vizsgázni, nem tudom, ti mit gondoltok erről, le fog vizsgázni, egyáltalán hogy tudja ezt megcsinálni. Mi általában karácsonykor mindig azon túl, hogy apróba ajándékokat veszünk, egy élményt is adunk a másiknak, vagy szoktunk adni. Így van. Most a tündének úgy gondoltam, hogy egy élményt adok. Remélem, hogy egy élmény. Nagyon izgulok, szépen kiöltöztem, mert igen, remélem megyünk. Valami jó helyre viszel. Mondtam neki, hogy öltözzön föl. Igen, de most akkor ez spa lesz, vagy valami jó kaja. Igen, valami jó kaja. Jó kis... Ha már sofőrrel megyünk, akkor biztos fogunk inni. Elhoztuk Dani sofőrnek. Természetes a Dani, azért van, hogy mi tudjunk inni. Ebbenek valami haszna legyen a kerekéből. És messzire megyünk? Hát ez 10-valahány mérföld. Szeretném már tudni, hogy mi az, úgyhogy... Meg fogod tudni? Ide, biztos, ide. Hogy nem öltöztem alul, Cicus, mert azt mondtad, hogy ne vegyek szoknyát, nadrágot vegyek. Biztos nem öltöztem alul. Magas sarokú cipő egy picit túlzás. Hát ez nem tudni. Magas, ez kicsi. Kicsi sarokkal. Hát, mindegy. Végül is. Mert azért cikiben nem hoz, hogy elviszel valami olyan helyre, ahol ennél elegánsabb mindenki. Nem lesz elegánsabb. Jó, nem. Akkor jó. Hát, és sokára. Mégis ez ilyen kültéri program, vagy beltéri program? Vagy ennyit sem mondasz meg? Kültéri. Tehát azt meg tudom mondani, hogy kültéri program. Jó. Okay. Szerintem fogod élvezni. Hát remélem, biztosan fogom élvezni, azért te mindig arra egy dolgot mondhatok, hogy biztos olyan, ami még nem volt. Igen. Tehát olyan, ami nem volt, tehát még nem kaptál. Hozattad ide Gordon Ramsay-t, vagy mi? Még nem kaptál. Vele fogok grillezni, valami grillmester? Cicus, de most komolyan. Valamelyik nagy amerikai grillmester? Vagy megtanulom, hogyan kell abba a kályhába csinálni a húst? Hát... Mert azt nagyon régóta szeretném. Hát tippelni. Mit soroltam még föl neked? Tippelj valamikre. Kajával kapcsolatos lesz, az biztos. Tehát valami olyan élmény. Valami tengerparti... Nem tudom. Főzni már főztünk, én azt mondtam, azt ne felejtsd el, hogy olyan, amit még nem kaptál, még valószínűleg az eddigi életedben nem is csináltál. Oké, Delfinnel már úsztam, akkor az nem lehet élmény, meg akkor mondtad volna, hogy hozzak fürdőruhát. Nem tudom, de nagyon izgulok, hogy már nagyon szeretnék ott lenni. Hova az Istenben megyünk? Mert most már ilyen egészen ilyen
ipartelepen vagyunk, junk, most komolyan édesem. Hát azért, nézd, Rolidában megszoktuk, hogy ahol egy kicsit junkabb a rész, ott is azért klassz dolgok lehetnek. Na de hát, édesem, ez itt... Na jó, ez most már kezd büdös lenni. A Zsolthoz megyünk. De miért megyünk? Miért jövünk ide, édesem? Ez... Azért, mert itt kapod meg az élményedet. De... Itt kapod meg az... Kapok egy autót? Ajándék. Kapok egy új autót? Jézus, de nem kell nekünk még egy autó, kapok egy új autót, most komolyan? Hát? Tényleg? Elképzelhető. Ja, Istenem! Akkor mégis fel vagy dobva? Hát, de már ez kellett volna, cicuskám, nem kellett volna egy... De most, tényleg? Muci, tényleg kapok egy új autót? Most ez komoly, cica, de most komoly, mert teljesen hülyeségnek tartom, de komoly, mert azért ez nagyon jó lenne. Kiszállom. Mustang, amit olyan régóta szeretnék? Mustang. Tényleg a Mustang? Kicsit megrendelted? Ne. Meglátod, azt mondtam, hogy élmény. Kapok egy új autót? De, azért de az nagy élmény. Már megvan neked, és látom, hogy igen. Élmény. Hát nem gondoltam, hogy egy junkyardra fogok ma végigkötni, de... De miért nem mondod, hogy ne ilyen cipőt vegyek, Maci? Ott egy autó! Tényleg kapok egy autót? Kis szalag rajta. De mi ez, cicus? Hát nem tudom. BMW. Kapok egy BMW-t. Cicu, sosem volt BMW-m. Úristen. De Maci, te megőrültél. Ez... Engedj már ki, meg akarom engedj nézni. Engedj már ki, Dani. Jézusom, ezt nem akarom elhinni. Ti csak megbolondoltál. Kicsit le kell mosni, de nagyon szép. Na, mit szólsz? Édesem. Tetszik? Nagyon, nagyon hát, aranyos, csak koszos. De most gondoljon, komolyan úgy gondolod, hogy ez egy autó? Nem. Ezt az autót, ezt azért kapod, mert stresszes vagy, hogy szétverd. Itt vannak a szerszámok, tehát az élmény az, hogy ezt az autót szétverheted. Nézd meg, egy kicsit járt körbe. Egy autót szétverni? Te megbolondultál? Ez az autó, ez azért van, hogy levezesd a stresszt, és így... Szépen. De én ezt nem merem szétverni, hát hogy vernék szét egy autót, de semmi baja. Ne szórakozzál már velem. Hozok kesztyűt is nekem, hoztam kesztyűt is. De hogy vernék szét egy autót, ami teljesen nem megbolondultál? Most komolyan, Dani, szólj meg apádra, elgurult a gyógyszere. Hát nézzek, teljesen rendben van. De tényleg megőrültél? Na, de jó, hogy magas sarkúba jöttem. Hoztam neked kis cipőt. De ezt nem lehet szétverni. De szedtem be neked cipőt is. De ne szórakozz már. Tessék, vedd fel a kesztyűt. De te most segítsen már rajtam valaki, normális ez? Ez igen. De Cicus, tényleg most verjek szét egy autót? Hát persze, másképp ne, ezzel próbál. Hát de nem lehet, hogy egy autónak lelke van. Hát ez egy csomó érték, el lehet adni az ajtókat, az ablakokat, nem, a kerekeket. Ez az autó megy már a mélybe. Zsolt vitte volna a mélybe, már oda van készítve a tréler, azzal ment volna a mélybe, vagy itt az, nem tudom, hogy hívják a mélyt, tehát ahol ezeket szépen egy össze nyomják, tudod, olyan kis kockával, biztos láttam már ilyet. Ez megy ez az autó, na jó, ez Dani, oda van akkor most hívd a rendőrséget, apát szerintem ebbe akar engem elásni. Nem, te neked nem kell de beülni. De minden filmben az van, hogy az ilyen nizéken, ahol összeprésenik, beleteszik az embert, vagy de most az nem teszünk bele, te csak előkészítheted, levezetheted a stresszed. A Covid alatt, amilyen dolgokat megéltél, vagy hasonló, vagy rossz élmény, kicsit levezetheted a stresszt. Az élmény az, hogy levezetheted a stresszt, és ütheted az autót. Baseball ütővel? Hát igen, próbáld meg először az de üvegeit. De nem kéne valami szemüveg, vagy valami? Próbáld meg az üvegeit először. Ja, hozom a szemüveget, azt is. Van valami, amit biztos ki tudok nyírni. Várj, itt biztos, hogy mehet? Zsolt, hol vagy? Mehet? Tuti? Igen, mehet. Igen. Ne haragudjon rám senki, aki BMW tulajdonos. Én mercis vagyok, nem azért csinálom, de komolyan mondom, hogy nem azért. Ha tényleg halálra van ítélve, akkor ez ugye nem számít rongálásnak. Na most az előkészítés meg volt, de kíváncsi, hogy egyáltalán szét tudod-e verni. Hát üssed, üsd le a tükrét. Még kicsit jobban. Ez azért, mert elvetted tőlem Évát karácsony előtt, de rohadt Covid, hogy dögölnél meg! Adjál egy rendes szerszámot! Na várj, hol a kalapát? Próbáld meg ezzel, de vigyázz meg, én alig bírom fölemelni! Próbáld meg egy kicsit az a szemed, de vigyázzál! Oké, nem vagyok elég fit, úgy érzem, de... A elsőre! Nézd, az oldalsót próbáld meg. Nem is gondoltam, hogy ilyen szép ez.
az oldalsó, puff, neki egy nagy. De ugye nem kell majd szaladni, mert jön a Zsolt és kiderül, hogy szétvertük valami értéket. Ugye nem fog ez megtörténni. Ezünk se lenne. Nem se lehetett. Mondjátok, hogy ez nem egy szivatolás, és fizetetem ki a végén, és életem végig dolgozhatok itt a junkyardon, és mosatom a kocsikat. Ez nem sikerült. Az következő. Édesanyádat! Ezt is a Covidért! Föntről! Ezt az öcsém betegségéért! Most meg lesz! Szar élményért! Na várj, megpróbálok segíteni neked! Dani, gyere, segíts! Valaki jön segíteni! Nem is olyan környű szépen egy kocsit! Ticus, nehogy megsérülje! Nem sérülök meg, csak itt a lehallgató berendezés. Ne haragudj, ha volt lelked, ne haragudj, édesem, ne haragudj! Ez már bement, ez már megvolt. És ezt a fősőt... Na várjál, jövök a baseballütővel. Na te is elmondhatod. Gyere ide az elejére. Ti is mondjátok el, most írjátok meg kommentben, hogy ti miért vernétek szét az idén valamit. Jó, írjátok meg hátha, és ezek az ütések most a ti ütéseitek lesztek, oké? Mire haragszatok és kire haragszatok? Most írjátok meg! Ez most mind azért meg! Ahogy visszapattantam! Azt a kurva ér! Pardon! Ezt nem mondtam! És könnyű! Szerintem a karosszériával is tudok kárt tenni. Karosszériával nem olyan könnyű. Hogy az Istenbe csinálják azok a nők, akik szétverik a pasik autóját, hogy kárt tudnak vezetni? Nekem ez nem megy! Ha jól látjátok a BMW, ez erős így! Ez komoly német! Nagyon komoly! Nem olyan egyszerű ez. Nem. Ilyen belerugok. Csákánnyal jobban? Ó, köszi Zsolt! Úgy látom, ugye nem kell a végén kifizetnem? A csákány. A csákány az barátságból az autóért fizetsz. Látom, nagyon gyenge produkció. A kereket, a hátsó kerék. Ablakot nagyon jól csinálták. Hátsó kerékbe adja. Hátsó ablak. Oké. Kereket el sem tudom találni, az nem baj? Nagyobbat. Ez hogy az Istenbe kell? Az Istenbe. Igaz, a visszapattani nyolj meg. Visszapattani. Na jó, figyelj, Cica, inkább az üveget, az jobban jó, megy neki. Jó. Abban jó vagyok. Szemedre vigyázz. Oké. Okay. Az is én csináltattam meg, és nehogy már... Bocsánat, kárai. Megint a szőkenőt fogja minden férfi elkézni. De ez most nagyon jól esik. Na, nézzük. Kicsit jobb, mint a szex, de bocsi. Vigyázz, visszapattani. A csúcson, ez az, jó van. Jó a van, csúcson jó van. Kell ütni. A csúcsot kell ütni. Merry Christmas! Várjátok, beszorom! Itt segítenek! Istenit! De ezen van egy fólia, várjál, tanulmányozzuk. Tehát ezen volt fóliás, egy fólia, és azt tartja. Fólia. Tehát, hogyha bent ülök, nem lett volna semmi baj. Dani, kicsim, nem akarod egy kicsit kifölni? Neked is sok széved volt. Jó. Várjál, hát ez... Kapsz azért te is belőle. Annak is biztos vannak. De csak azért kell ezt, mert nem bírom kiszedni. Itt van a nagy kalapács. Segíts anyádnak kiszedni azt. És anyádat, hogy van az anyád! Ez azért, mert rohadt hosszú sor volt már megint a vásárlásnál. Hú. Igen, most hosszú sor van a vásárlás. Okay. Másik oldalon van még két ablak, azt okay. Próbáljátok meg egy kicsit. Hú. Hölgyeim, lehet, hogy ez egy férfias dolog, de nagyon lehet élvezni. Komolyan mondom. Azt mondja, hogy élvezi. Én élvezem. Na, Dani? Rohadt drága a fitness bérlet. Eleve kint vagyunk a természetben. Tiéd a belső. Ilyen szerszámom sem volt még, édesem. Édesanyám! Megvan, de most a Dani hadd adjon neki. Jó. Mindig ugyanúgy húz ki, ahogy beteszed. Hát értem, de én nekem van kihúzás betevésben, nincs akkora rutinom, mint neked. Hát azért mondom, ugyanúgy kell húzni. Jaj, na. Hajrá, gyerek, mutasd meg, hogy te is polgár vagy. Nagy volt a rendület. Na, ez miért? Ez a legutóbbi rossz élményed volt? Ezt a kereket egyikőt se tudta a gumit kinyomni? Hú, vigyázz magad, de nehogy visszapattanjon rád kicsit. És mit kezdünk a karosszériával? Hátul teljesen. Jó, olyan... ti mennyit fizetsz azért, hogy a junkyardba összenyomják, mert lehet, hogy megoldjuk ezt így olcsóbba, okosba. Ma hogy úgy érti, hogy összenyomják egy kockára. Összeveled kicsire. 20 dollár per óra. 20 dollár per óra. De rossz hírem van, ez nekem 100 óráig fog tartani. Jobb, hogyha nem órabérbe számolsz velem. A hátulja egyébként nagyon-nagyon szép. Nagyon még az 525-ös jelvény ott van rajta, azt egy picit meg kéne... Nem, így is úgy félek, remélem, hogy nem volt lelke.
Megbeszéltem vele, hogy a lelkét nem bántom. Most nézd meg, ez itt nagyon épp. Azt a nézd a gyerekedet, mit művel. Azt a gyerek erős lesz. Igen, mert ő edzésre jár. Hú. Nézd meg a hátulját. Ez nem semmi. Gyere a hátuljához, mert a hátulja nagyon szép, nagyon épp. Adjatok itt egy kicsit az oldalának. Szedjük le a sárvédőt? Oké. Oké. Azt gondolom, hölgyeim, megtaláltuk a legjobb anyafia programot, úgyhogy gyerünk kicsim háromra. Ez lufs volt, Macskó. Nem, elértem egy kicsit, súroltam. Na próbálj. Csak meg akartam ijeszteni. Próbálkozunk még egyszer. Ú, az anyja. Az ott fóda valám csavarozva. Az anyja. Münchenbe a bajor eltársak, azok úgy oda tették, hogy nem könnyű ezt leszedni. Most itt leszünk jövő karácsonyig, mert hogy ez nekünk addig eltart. Nem olyan egyszerű. Azt gondoltam, van még... Egy ilyen polgárnetet beleírjak, várjál. Hát ez nem lett P betű, pedig mindennek próbáltam. Szerintem senki, mi se látjuk ezt így. Én ennyit kártettem vele, járom itt. Hát én meg néhány karcolást okoztam. Kicsit gyertek a hátuljához, mert ez azért már kicsit okosabb. Valahogy, amikor a Teslán sérülést kell okozni, jobban szokott menni. Pláne pedig azt nem akarom. Pláne amikor ki kell tolatni a garázsból. Azt nem akarom pedig. Ej, uhnyem! Ej, uhnyem! Látszik, hogy milyen generáció vagyok, ugye? Gyertek a hátuljához egy picit. És én beakasztom és húzom. Ezt egyébként ti ütétek, most nézzétek ezt az ütést, ez a tiétek. Ez a tiét, tessék? Meg volt már gyengítve, ez már csak. Ja. A hátuljának vagyok, a hátulj annyira szép, hogy te megnézed, meg az ajtó. Az ajtók, hát gyönyörű, a hátulja érintetlen. Azt mondja, hogy szépek az autók, nem ajtók nem végzek csak jó. Csak az üvege jó az egyébként a baseball. Ja. Szemedre vigyázz. Azért dekorálja az ajtót, ad neki valami. A hegyével? Oh. Pont! A szőcske! Az a hátulja akasztottad. Így meg tud, így tudnál írni rá. Ez már jó. Veszíti a fazonját. Jó látni, ahogy dolgoztok. Gyerünk, gyerek, ma nem voltál. De az újak már nem ilyenek. Gondolj valakire. Édesem, megkérdezik, mit csináltál anyáddal idén karácsonykor? Szétvertem egy autót. Mi mást? Na gyerünk. Na gyerünk, kölyök. Ó, vigyázz, mert az visszafelé pattan. Biztos nincs senki a csomagtartóba, ugye? Ha valaki van benne, most szóljon. Csak a kiáltás. Gyerünk, mindent adjon bele. Rohadj meg, Covid! Ahogy dögölnél meg! Minden! Szemét! Nem vagyok agresszív, ugye? Csak egy kicsit. Na jó, nem kell. Elment a lendület. Várjál. Ulala. Oké, ezért hazud, vagy mondjuk el a saját magunk védelmére, hogy nem vagyunk vandálok, nem vagyunk agresszívok, vagy ilyesmi. Hát láttuk. De ez most kicsit jól esett. Elnézést kérek mindenkitől. Akkor az élmény jó volt? Az élmény az nagyon jó. De nagyon fárasztó, cicukám. Ez igen. Téket kapott. És le tudom kiúzni. Felnyit se lehet megmenteni? Mit szeretnék megmenteni valamit erről az autóról? Tehát emlékbe mentsünk róla valamit.
Adjál neki cicát! De legalább találd el! Eltaláltam! De biztonsági üveg! De ha nem megy, ugorjál be két lábbal! Ugorj rá! Akkor kocsi van! Kocsival átviszed. Megy ez már, ne szórakozzatok. De a tűsarkóval csodát tudnál csinálni. Lépjél bele! Lépjél, a magas sarkos többet érne. Lépjél bele cipővel! Nem lépek meg! Legyél, ez mégis csak legyél kemény, lépjél bele! Ez egy dolce. Nem fogok belelépni! Megőrültél! Na. Tudom, hogy a férfiak mindig ekéznek az autós videóknál, most külön elnézést kérek tőlük, de nagyon élveztem. Igen, mert is vagyok önbmv-s. Ez volt a szakszerű megsemmisítés? Fizetek érte. Komolyan? Minimálbért. Azonnal. Heti 6 nap, minimálbér, nincs szabadság. Fel vagy véve. Tehát fel vagy, jöhetsz vissza. Jöhetsz vissza, van itt még más autó is, amit ugyanígy egy kicsit elő kell készíteni. De nyugtass meg, hogy ez tényleg szétver. Tehát ez tényleg halálra. Hát megy is. Ment a makerhez. Én vagyok hülye, és tényleg nem lehet erről semmit eladni már? Csinálna? Nem éri meg. Még nem éri meg. Sajnos 20 éves BMW, zéró érték. Komolyan, otthon mennyit ér egy ilyen autó? Hát ez 3-4 millió forintért még el lehet adni, hogyha ha működik. Ez most komoly? Igen. Szétverettek velem egy 3-4 milliós autót? Most kell fizetni, mert mindjárt Zsolt csinálja a számlát. Hagyjatok a kasszához, légy szíves. Hát fáj érte a szívem, megmondom őszintén. Egyszerűen nem látszik. De ha ez a sorsa, ez a sorsa. Nem látszik, hát nem látszik rajta. Hihetetlen, milyen anyagból van ez még. Hát nézd meg. Gyerünk, gyerek, ma nem voltál. De az újak már nem ilyenek. Nem. Gyerünk. Ez még nem ez az autó. Gyerünk. Még súlya van. Ez innen megy egy gyűjtőbe, ott előkészítik, folyadékot eszedik belőle, katalizátor felnik, mi levesszük ezeket itt általában. Uh-huh. Onnan viszik ki a meneti portra, ott megy a shredderbe, a darálóba, és onnan megy Kínába. És végül is Kínába megy. Kína lesz a vége, igen. Komolyan a roncs Kínába fog kikötni? A vas Kínába. Ez össze lesz darálva, és megy az Kínába. Az összedarált rész. Hihetetlen, nem? Szegény Kínába földolgozzák? Uh-huh. Így adják legtöbbet értékt, hogyha Kínába megy. Uh-huh. És mi lesz belőle? Lehet, hogy Mitsubishi? Toyota Camry. Négy Toyota Camry, ebből körülbelül ki fog jönni szerintem. Én elfáradtam. Nagyon jól összetették ezt az autót, csak úgy mondom, az összes BMW-t vannak. Hihetetlen jó anyagból van. Ez a lemez, ez méletlen. Bocsássátok meg nekünk, hogy szétvertük. De halálra ítélt volt már, úgyhogy megadtuk neki a kegyelemdöpést. Semmi kárt nem szemedett, mert ugyanezt csinálja majd vele a gép is. Úgyhogy, srác, ez volt a mai kis stressz levezetés. Reméljük, hogy a mamikánál is egy kicsit hasznos lesz, és érvezem majd a gyümölcsét ennek, nem tudom, akár ma este is. És van jó kis jó hatással van rá, úgyhogy ennyi volt a mai dűlevezetésünk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Ha netán velem nem találkoznátok, akkor tudjátok, hol kell keresni. Ebben az autóban úton vagyok összepréselve Kínába. Puszi!